2006 óta magyarok, a háború kitörése óta pedig a bék ellen is harcolnak. Gyurcsány Ferencék erről írt az Alapjókért központ elemzője az origón Zila János szerint a baloldal is szembe megy a választók elvárásai, valamikor a háborús eszkaláció oldalára áll. Kis Gábor Istvánnak érkezett vendége. Mégpedig a szerző Zila János. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy picit fel kell idéznünk, hogy mi is történt az, az a, akkor, amikor a, a cikk kiinduló pontjaként a második gyurcsány kormány megalakulásáról beszélünk. Ugye a nem sokkal, pár évvel vagyunk az őszödi beszéd után, a, a, és azért a kormányt megroppantotta ez a helyzet. A vizitdíjas népszavazás is ott volt ez alatt a, az idő előtt. Tehát ezek az együttes hatások akkor már érzékelhetők voltak, hogy ott az SDS kivonulása után, Komoly problémákkal küzd a gyurcsány kormány. Ugye ez a kiinduló pontunk? Ez egészen pontosan a, a kiinduló pontunk az az, hogy, hogy megtörténik az összödi beszéd, de amikor a, a kormány megalakult, tehát 2006-ról beszélünk, akkor még. Ö, akkor még nem ismert, tehát a, tehát a széles, széles nyilvánosság nem ismeri az összödi beszédet, de a valóságát megtapasztalja néhány napon belül. Ugye megalakul két nappal, ezelőtt volt 17 év, vagy megalakult a második Gyurcsány kormány, majd rá egy napra Gyurcsány Ferenc már bejelenti a megszorító csomagját, tehát azt a, azt a csomagot, ami, ami szögesen ellentéte volt az annak, amit a választók tőle vártak, hiszen azzal nyert választást, hogy hogy adócsökkentéseket ígért, jóléti intézkedéseket ígért, majd a, a, kormány alakulás másnapján rögtön megszorításokat jelentett be, ezért is beszélhetünk arról, hogy, hogy azóta tart ez a fajta politika a baloldalon, amelynek régi új vezetője és legerősebb embere Gyúcsány Ferenc, amelynek az a, a amelyet úgy összegezhetünk, hogy szemben áll a legfontosabb kérdésekben a választók elvárásaival és akaratával, most éppen a háború tekintetében, amikor akkor is fegyverküldést szorgalmaznak, amikor abszolút egy háborúpárti álláspontot foglaltak el, annak ellenére, hogy az embereknek a túlnyomó, elsöprő többsége azt várná, hogy inkább a béke irányába tegyen lépést a politika, illetve a magyar politikusoktól azt várják el, hogy ilyen irányba tegyenek erőfeszítéseket és nyilatkozatokat. Hogy ez a megszorító intézkedés volt az, ami a legnyersebben, a leg, leginkább leplezetlenül megmutatta az ország gazdasági helyzetét, hiszen ahogy ön is mondja, konkrétan az beszéd tartalma, akkor még nem volt mindenki számára ismert, de hát a megszorított csomag az, az akkor mindenkit érintett. Ez így van, hát itt volt, voltak adóemelések, különböző adóemelések, illetve rezsi emelések is, hát a, a, a gázárát 30%-kal emelték átlagosan, a, az elektromos áramárát 10-14%-kal, de a vállalkozók terhei is nőttek, itt beszélhetünk az egyszerű, az eváról a vállalkozókra szabott adónemről, illetve egy új adónemről is megjelent a számukra egy ilyen szolidaritási jellegek azoknak a vállalkozóknak, akik nyereséges üzletet vezettek, növekedett az egészség, egészségbiztosítási járulék, és számos más hasonló intézkedés jött hidegzuhanyként, hiszen pontosan az ellenkezője volt a, a, az akkori, a, akkor létrejövő kormánynak és Gyúcsány Ferencnek az ígérete. Tehát a választók abszolút azt várták, hogy valami pozitívat fog bejelenteni a, a kormányalakítás másnapján, és ennek a szöges ellentéte következett. Milyen azonosságokat lát ön ebben a cikkben, meg hát egyáltalán ezt az időszakot tanulmányozva, vagy átültetve a mostani gyakorlatba, azon az egyértelmű azonosságon túl, hogy a baloldal vezető, ereje még ma is Gyurcsány Ferenc környéke, bár Ebben az időben, amiről ugye most beszélünk, történelmi távlatban akkor ő még az MSZP tagja volt. Így van, az MSZP tagja, vezetője, miniszterelnök jelöltje és minisztere, miniszterelnöke, így van. Ezen kívül, hát ugye, amiről már említést is tettem, hogy, hogy, hogy jellemzi azóta is ez a választói akarattal szembe menő politika, amiről az összödi beszéd lényegében szólt, hogy egyrészt átverték a választókat, nem mondták el nekik, hogy milyen helyzetbe sodorták az országot, és teljesen mást mondtak, tehát hazudtak arról, hogy mit fognak tenni, és pontosan azt hajtották végre, amit az emberek nem vártak, tehát ami, amit nem szerettek volna, amit amik az ellenkezőjét várták volna el a, a kormánytól, és az akkori baloldaltól, és pontosan ezt teszik ma is. De hogyha megnézzük, hogy, hogy akkor ez a, már egyébként még az összödi beszéd, mert ugye az ősszel, tehát szeptember 16-án, ha jól emlékszem, került nyilvánosságra, um, tehát jóval jóval a kormányalakítás és a, az első megszorító csomag után, de a, meg, a megszorítások bejelentését követően már elkezdett zuhanni a baloldalnak a, a támogatottsága a nyilvánvaló okokból és ez, a, ez, az emberekkel szembeni politizálás, ez azóta is hozza ugyanezt a, ezt az ellenállást, a választ, egy alacsony választói támogatottságot, sőt, hát ugye az elmúlt időkben látunk olyan mintázatokat is, hogy ez akkor is egyfajta frusztrációt okozott a baloldal számára, és annak vezetője számára. Láttuk azt, hogy, a, hogy a, a, az összödi beszéd, amikor nyilvánosságra került, akkor lángra ez a fajta elégedetlenség, amiről szó volt, és az emberek nagyon nagy számban az utcákra Tódultak és tüntetni kezdtek, ami ellen egy nagyon kemény fellépés következett a baloldal részéről. Beszéltünk, volt itt akkor szó rendőr terrorról, és, nagyon-nagyon kemény fellépésről, pontosan a kormányfő utasításának megfelelően. És, és ez, ez, a fajta frusztráció az emberek támogatottsága hiány most is megvan a baloldalban, és érdekes módon ellenzéki pozícióból is szül erőszakot. Láttuk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a tüntetéseik vagy unalomba és nem nevetségességbe fulladtak, vagy erőszak be. Ugye pedig van egy olyan hatás, ezt önök politológusok vagy politikával foglalkozó elemzők nagyon pontosan tudják, hogy egy, az első 100 nap vagy az első 150 nap az mindig egy új kormánynak kedvez, tehát ott mindig megnő a támogatottsága, hát kivéve, hogyha az új kormány egy ilyen brutális megszorító csomaggal indít így van, ott, ott stabilan bezuhan, illetve bezuhant a, a, a baloldal és a, az akkori pártja az MSZP-nek a népszerűsége, az SZDSZ szintén, amelyik, amelyik azután hát, kis ki múlt politikai értelemben és ez, a, ez, a, ez, az elutasítottság, ez stabil, mint Gyurcsány Ferencnél, mint a baloldal egészénél, tehát nem tudnak kijönni abból a spirálból, amiben belekerültek, de ezt önmaguk is gerjesztik. Láttuk azt, hogy a, hogy a 2010 után felálló nemzeti kormány több kérdésben egyértelmű nemzeti egyetértési pontokat tudott találni. Beszélhetünk itt a rezsicsökkentésről, beszélhetünk a migráció újra fellángoló kérdéséről, vagy beszélhetünk a gyermekvédelemről, mostanában a háborúról. Egyértelmű, hogy minden, minden ezek nagyon fontos kérdések az emberek számára, az életüket alapvetően befolyásolók, és mégis a baloldal ezekben a kérdésekben fordul az emberekkel szembe, megszavazza például a legújabb migráns kvótáról szóló határozatot az Európai Parlamentben, és abszolút kiáll mellette, és ahogy mondtam, fegyvereket küldene, vagy akár katonákat is a háborúba. Arra a félmondatára szeretnék csatlakozni, hogy most az egyik legfontosabb agenda, vagy konfliktus, vagy töréspont ugye a, a magyar kormány és ellenzéke között, az a háború háborúpártiság és a békepártiság, ezt már említette, de akkor talán ez lehet most a legfontosabb törésvonal? Most mindenképpen ez a legfontosabb, két, két okból is. Egyrészt, egyrészt a választók szintjén, tehát a választók, elképzelései a választók problémái ezzel nagyon-nagyon szoros összefüggésben vannak. Nyilvánvalóan, amikor a, amikor a szomszédban háborúdul, akkor mind fizikai, mind anyagi értelemben nagyon komoly veszélynek vannak kitéve az emberek, és ebből fakadnak a, azok a félelmek, amelyekre megoldást, amelyekkel szemben védelmet keresnek a, a választott vezetőiktől, Egyrészt ezért, tehát a, a, mert az emberek számára ez egy rendkívül fontos, a legfontosabbnak nevezhető kérdés. Másrésztről azért, mert ezzel szoros összefüggésben a politikai konfliktusok, a belpolitikai konfliktusok e körül a kérdés körül csomósodnak, és ebben ragadható meg az a legnagyobb különbség, ami alapján egyébként a, a, a szavazók látható módon húznak az egyik oldal felé, és, és azok is, akik nagyon elkötelezettek mondjuk a másik irányba, azok is olyan fokhúzva hajlandóak csak valami fajta politikai aktivitást kimutatni, például a választáson is ez nagyon jól látszott. Zila János az alapjogokért központ elemzője volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm volt. Köszönöm szépen.